hamis rendszámmal közlekedett egy kisújszállási lakos. A karcagi járási ügyészség vádat emelt, egyedi azonosító jel visszaélés büntette miatt egy kisújszállási lakos ellen. A vádlott 2020 júniusában megvásárolt egy személygépkocsit, de annak hatósági jelzését a hatóság korábban bevonta. Tájékoztatta televíziónkat a megyei főügyészség. A vád szerint a férfi 2020 júniusában megvásárolt egy olyan gépjárművet, amelynek nem volt hatósági jelzése, mert azt korábban a hatóság bevonta. 2020. június 21-én a vádlott a gépjármű hátsó rendszámtáblájára felszerelt egy olyan rendszámtáblát, amelyet korábban disztágyként kapott, és az Egyesült Államokból származó rendszámtábla volt. Ezzel az autóval a délutáni órákban a kisújszállás belterületén közlekedett. Az intézkedő rendőrök a hamis rendszámtáblát lefoglalták. A karcagi járási ügyészség vádiratában indítványozta, hogy a vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével a bíróság szabjon ki pénzbüntetést. Az ügyben első fokon a karcagi járásbíróság fog dönteni.